Sziasztok, jó reggelt kívánok! Még nagyon-nagyon hajnal van, 1:45-kor keltünk, és most fogunk elindulni Olaszországba egy hétre nyaralni. Úgyhogy ez a kis vlog erről fog szólni, hogyha érdekelt titeket, akkor gyertek és tartsatok velünk egy kiránduláson. Két kutyával fogunk menni, és már nagyon izgatottak vagyunk az egész véget, úgyhogy induljunk is el! Na, meg is érkeztünk Bibionéba. Képzeljétek el, hogy 6 óra alatt leértünk a tengerpartra, mivel abszolút nem volt forgalom, és már hát 9 körül át is tudtuk venni a szállást. Most itt vagyok a homokos tengerpart kellős közepén, és már voltam fürdeni, nagyon-nagyon jó a víz, úgyhogy az első nap erről fog szólni szerintem, hogy csak fürdőzgetünk, pihenünk, strandolgatunk, este pedig bemegyünk a városba. Igazából a napok 90%-a csak a pihenésről, illetve a fürdőzésről fog szólni, de majd egy másik videóban szeretném bemutatni Bibionét is, illetve a szállást is, ahol vagyunk, ez pedig csak egy vlog lesz. Viszont most megyek vissza egyet fürdeni, mivel megsültem és forróságban. Egyébként annyira meleg a homok, hogy így konkrétan leégeti a talpamat papucson keresztül is, de nagyon élvezem és nagyon jó ez a hely. Na, most csinálhatod? Na? Nem sikerül? Inkább nem állok be alá. Most lejöttem a szállás elé, és arra gondoltam, hogy egy kicsit körbemutogatom nektek a Residence Luxort, ahol éppen el vagyunk szállásolva. Hát, ha ti is kedvet kaptok arra, hogy ide gyertek. A szálláshoz tartozik egy medence is, azt is meg fogom nektek most gyorsan mutatni. Mm.
Általában az esti programok közé tartozik, hogy lejövünk a sétáló utcába, és itt megyünk néhány kört. Most már másnap reggel van, és lejöttünk venni egy kis pékárut a reggelinek, és majd a szálláson fogjuk megenni. Egyébként itt van tőlünk 5 percnyire ez a kis bolt, ahol mindent meg tudunk venni. Reggeli után eljöttünk egyet a kutyás strandra, és kipróbálták Merlinék is, illetve Benny a fürdőzést. Benny nagyon élvezi, viszont Merlin, hát ő nem nagyon szereti a vizet, de azért mutatok róla néhány felvételt, hogy hogyan is sikerült ez a kis kutyafürdetés. Thank you.
most már hétfő reggel van, majdnap korábban keltünk, 7 óra 30-kor, ugyanis el fogunk menni a világító toronyhoz azt is megnézni, ami egy kicsit messzebb van a szállásunktól, de már nagyon várjuk, mivel ott majd írtójó képeket lehet készíteni, illetve videókat is, úgyhogy ja, ez lesz a délelőtti program. Az időjárás az ma nem a legmelegebb, sajnos elég sok felhő van, így nem süt annyira erősen a nap, viszont kirándulni tökéletes, és bízunk benne, hogy délután azért visszajön a strandidő, úgyhogy leviszom Márlint pisilni, aztán irány a világító torony. A reggeleink mindig kutyasétáltatással indulnak, általában ki szoktam menni a partra, ott van egy ilyen sétány, mindig ott szoktunk reggel, illetve este is sétálni. Utána pedig megreggelizünk, de helyi kisboltban szoktunk venni pékárut, finomságokat, és mindig megkóstolunk valami kis újdonságot, ami jellemző Olaszországra. Mai nap például mortadellát fogunk enni. Most megyünk majd ki a világító toronyhoz. Mutattam a felvételeket. Egy jó fél órás séta után értünk ide a legvégébe. Nagyon fúj a szél még mindig, de nézzétek, milyen szép helyeken jártunk. Azért elfáradtunk, a homokba gyalogoltuk végig az egészet. A világító torony egyébként Bibionének a jelképe, a 20. században épült, és azóta is kisebb változtatásokkal őrzi az akkori állapotát. Ami érdekesség, hogy a lámpása 1973-ig tűzzel égett. Hogyha egy kicsit csendben maradunk és besétálunk az erdőbe, akkor hallhatjuk a kabócákat, akik egész nap ilyen hangosan énekelnek. Ők egyébként bogarak és körülbelül ekkora méretűek. Sajnos nem tudom megmutatni, mivel nagyon ritkán látni őket, fent vannak a fák tetején. Általában akkor szoktak elhallgatni egyedül, hogyha jön az eső, vagy ha már esik. Benne van a gagyar. Szalvétát kaptunk amúgy? Nem íz a belsőbe. Na? Nem a legjobb a fejed. Nem a legjobb, de... Nem tudom, semmilyen rága. Köszönöd nekünk szalvétát? Jó reggelt mindenkinek! Most kedd reggel van, és eljöttünk a piacra, ugyanis ilyenkor itt óriási piac van hátul, úgyhogy reméljük, hogy valamit sikerül majd vennünk.
lejöttünk egyet a partra naplementét nézni, nagyon-nagyon szép, és közben itt van a tenger is, remélem hallottok valamit. Kicsit fúj a szél, és nézzétek meg egyben, milyen vicces lesz a hajam. Van mint egy örülnek. Egy pillanat alatt el is tűnt már a nap, úgyhogy lassan kezd sötétedni, mi pedig megyünk vissza a szállásra, és lehet, hogy kártyázunk még egyet. Vagyis hát én nem tudok kártyázni, de majd megtanítanak, maximum béna leszek. Miklós ki akart szedni egy játékot a horgászósban, viszont nem sikerült neki, úgyhogy arra gondoltam, menjünk el és vegyük meg neki a boltba, ajándékba. Nézd meg! Melyikre volt? Mit kapod be? Jó. Nem a tiéd. Fej. Lefeketünk szárnyékba. Nagyon tiszta homok leszek. Nagyon örülök. Jöhet. Tiszta homok lett. Én is nagyon szeretlek. A mai program bicikli bérlés volt, és eltekeltünk végig a parton, most itt vagyok egy távolabbi strand részen, de ez is ugyanolyan, mint a többi, viszont nagyon megéri itt biciklit bérelni. Valami neked? Nézd meg! Merlin, van ott valami neked? Mi van ott bent? Hm? Ki veheted? Tiéd! Te kaptad! Ezt te kaptad! Ezt kaptad! Jó lesz? Viszont én így elköszönök tőletek a videóból, köszönöm, ha itt voltatok és végignéztétek, ha tetszett, akkor gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk majd egy következő videóban. Addig is, sziasztok!